A Tech Guruval ellátogattunk a kutatók éjszakájára, amely csak Budapesten több száz programmal várta a családokat, fiatalokat, idősebbeket. A kutatók éjszakáját 2005 óta szervezik Magyarországon. Több mint 180 helyszínen, több mint 52 országban volt idén megszervezve maga a rendezvény. Nagyon sok gyereket látok igen a területen, akik már olyan okos eszközökkel érkeznek ide, amivel lehet, hogy már mi is gondolkodunk, hogy hogy veszük föl a versenyt. De egyébként igen, tehát ők már azért jönnek, mert ő nekik az alaptudásuk már olyan magas, hogy ők már ennél egy sokkal magasabb szintre szeretnének lépni. És ugye olyan kutatókkal tudnak a kutatók éjszakája alatt beszélni, kommunikálni, akik már ugye ezt a plusz tudást meg tudják nekik adni, illetve meg tudják mutatni azt az irányt, amerre majd a technika fejlődik a jövőben. Nem is kellett messzire menni robotért. A helyszínen jelen volt az élmény műhely stábja, akik mobilról irányítható, szemételtakarító robotokat készítenek a gyerekeknek, együtt a gyerekekkel. Ez az úgynevezett robot projekt, ez egy nagyon izgalmas téma, hiszen a világnak két ellentétes pólusát próbálja meg összekötni. Az egyik oldalon ugye a technológia csúcsai, a robotok, drága alkatrészek, programozási nyelvek vannak. A másik oldalon pedig azok a hulladékanyagok, amik lassan elborítják a földünket, és nem tudunk velük mit kezdeni. Egy ilyen kettő az egybe projekt tulajdonképpen. Ugye egyrészt a gyerekek kapnak egy alaptudást a mostani robotikai témákról, a digitális világ alapjairól, és ugyanakkor ezeket a robotokat, mivel hulladékanyagból építjük meg, ezért a szemléletüket is szinte észrevétlenül át tudjuk formálni, hiszen így módon, ha otthon kiürül egy tejfölös doboz, akkor az nem kerül automatikusan a szemétbe, hanem a gyerekek rögtön elgondolkoznak rajta, hogy ebből milyen jó robotfej vagy robottest lenne, és hozzák a szakkörbe, és ezekből készülnek a újabb robotok. Itt az volt a cél, hogy olyan robotokat készítsünk, amik a szemetet tudják valamilyen módon összeszedni, és ezek a robotok ilyen szempontból duplán zöldek, hiszen nem csak hogy szemétből készültek, de még össze is gyűjtik a szemetet. Ugye ez a robot tartalmaz két ilyen kis PET palackból összevágott keféket, egy ilyen műzlis dobozt, és a készlet alkatrészeit rászerelve, a vezérlő programot elkészítve, például ezeket a kis virtuális szemeteket ez a robot nagyon szépen össze tudja gyűjteni. A másik fajta robot, az egy kicsit komolyabb felépítésű robot, ez egy gyümölcsös dobozból készült. Itt pedig ugye a szemetet ezzel a fogókar segítségével tudják a gyerekek megfogni. Itt szintén, hogyha előre haladunk, és például ezt a nagy galacsint szeretnénk elkapni, akkor ezzel a robottal ugye előre menve meg tudjuk fogni a szemetet, és a megfelelő helyre irányítva pedig le tudjuk rakni. Természetesen ezek most csak játékok, de a gyerekek ezek által elsajátítják azokat az alap környezetbarát viselkedési módokat, aminek a segítségével esetleg az utcán látható szemetet nem félrerúgják, hanem ugyanúgy összeszedve kidobják a kukába. Új technológiákkal és ötletekkel inspirálták egymást projektek létrehozására négy ország diákjai a Diákoknak nevű uniós programban. A résztvevők a reáltudományok és művészetek közötti összefüggésekre hívták fel a figyelmet. Most, hogy megnéztük a gyerekek milyen robotokkal játszanak, vessünk egy pillantást a felnőttekre is. A kutatók éjszakáján számos komoly fejlesztés is bemutatkozott. Itt vagyunk Áronnal egy nagyon érdekes és nagyon ijesztő dolog előtt. Áron, mi is ez valójában és hogyan kapcsolódsz hozzá? Ez két részből áll, egyfelől egy humanoid ember alakból, amelyik egy felhő alapú mesterséges intelligenciával van összekötve, és ezen keresztül lehet vele beszélgetni, egyelőre csak angolul, és van ő neki egy karja is, ami egy 180 cm magas férfi alaknak a karja, méret arányosan eredetiben, és ez mozogni is képes szervó motorok segítségével, és ez a kettő egy rendszert alkot, tehát a szóbeli utasításokkal lehet a kart mozgatni, és mindenféle parancsokat adni neki. Egyelőre nem túl sokat, tehát ez még egy kezdeti fázisban lévő dolog, de
tehát ezt tudja ő, és valójában annyira nem ijesztő. Ez a Robotépítők Magyarországi Egyesületének a műhelyeiben készült ez az alkotás, nem teljes egészében, és ezt az egyik lelkes tagunk, dr. Saurabh Sikka készítette, aki egy indiai orvos, aki ide költözött Magyarországra, és ő ugye az anatómiai érdeklődés okán kezdett el eredetileg egy ember nagyságú robotot építeni, aminek egyelőre csak a karja van meg, tehát ez embertelenül nagy munka még egy ilyen kart elkészíteni is, és segítettünk, tehát együtt már egyesületi keretek között csináltuk azt meg, hogy ez mozogni tudjon, elektronikája és vezérlése legyen. És akár később egy mozgássérült ember is fogja tudni használni ezt a kart, vagy ez csak egy robotnak épült, nem pedig egy ilyen pótkarnak úgymond? Hát ez csak robotnak épült, tehát ez nem protézis, semmilyen szinten nem felel meg az ilyen orvosi előírásoknak, de nagyon sok emberszerű viselkedést tud felmutatni, számolni tud az ujjain, türelmetlenül dobolni tud az ujjaival, és hát fogni valamilyen korlátok között tud, a hüvelykujja szembe fordítható, tehát ezt a főemlős tulajdonságot hozza, de azért nagyon erős fogása vagy szorítása nincsen neki. Ez inkább egyfajta ilyen lehetőségek megvillantásáról szól, arról, hogy az ember viszonylag szűk erőforrások birtokában is képes lehet ilyen emberszerű dolgok előállítására. Nekünk, mint egyesületnek ugye az az egyik fő küldetésünk, hogy a robotikát, mint hobbit, mint hozzáférhető, közérthető és megszerethető dolgot minél több emberhez juttassuk el, és egy ilyen karhoz sokkal könnyebb oda jönni, mint egy furcsa külsejű gépezet. Ez még ha ijesztőnek is találod. Hát főleg így, hogy mozgatja az ujjait. Tehát én, hogyha egy ilyet így a sötétben meglátnék otthon az asztalon, akkor biztos, hogy kifutnék az egész házamból. De szuper, nagyon jól néz ki. Gratulálok az úrnak egyébként ehhez, mert tényleg látszik rajta, hogy nagyon sok munka volt vele. A robotok már régóta birizgálják az emberiség fantáziáját. Az interneten már össze is gyűjtötték azt a 10 már létező robotot, amelyeket 10 éve még el sem tudtunk volna képzelni. Itt van például ez a robothal, amelyik úgy úszik a vízben, mint egy valódi. Vagy ez a cseppet sem szimpatikus robotpók. Szintén nem szeretnék szembe találkozni ezzel az ügető robotjószággal, ami a Boston Dynamics fejlesztése, és a katonai célokat szolgáló robotkígyó sem lesz a kedvencem. De vannak azért igazán cuki fejlesztések is. Itt van például ez a robotkutya, amelyik szerencsére nem rágja meg a papucsot, sőt, inkább megtalálja és visszahozza. Illetve vannak nagyon jó fej személyi asszisztensként funkcionáló robotkák is, magányos nőknek és férfiaknak.